Fidesz elnöksége úgy döntött, hogy lassan 2,5 évvel a kormányzás kezdete után indokolt, hogy beszámoljunk az országnak, hogy hova jutottunk, és mintegy 200 találkozóra fog sor kerülni, még a karácsonyt megelőző időszakban az ország miniszterei, államtitkárai, politikai vezetői és a Fidesznek a támogatói és a tagság között. 2,5 év alapvető átalakuláson ment keresztül ebben az időszakban az ország. Nem mindig volt követhető, hogy milyen intézkedések születtek meg, milyen megfontolásokból születtek meg ezek az intézkedések, de az biztos, mindenki érzékelte, hogy egy nagyon nagy arányú átalakulás zajlott le. Szükség is volt erre, hiszen az azt megelőző 8 esztendőben 2002 és 2010 között gyakorlatilag csődbe ment az ország. Ennek a csődnek egyébként a legegyértelműbb bizonyítéka az volt, hogy oly mértékben szaladt el az államadósság, hogy gyakorlatilag az ország egy adósságcsapdába került. Az intézkedéseknek, hogyha a legfontosabb gazdasági hatását próbáljuk meg összefoglalni, akkor ez volt a lényege, hogy kikecmeregni ebből az adósságcsapdából, a csőd helyzetet meghaladni, és ehhez alapvető reformokra volt szükség. Át kellett szervezni a magyar államot, úgy kellett ezt az átszervezést végrehajtani, hogy egyidejűleg meg tudjuk szerezni, fönn tudjuk tartani azt a fajta támogatást, amivel kormányra kerültünk, ezt a kétharmados támogatást, ne veszítse el az ország a kontaktusát azokkal az eseményekkel, amelyek zajlanak. Ez sikerült, minden jel szerint stabil a támogatottsága a kormányzó koalíciónak. Noha természetesen a csökkenés az érzékelhető, de a támogatottság is, hála Istennek, továbbra is meghatározó. Azt is nagyon fontosnak gondolom, hogy ebben az átalakításban tudtunk érvényesíteni olyan szempontokat, amit az elmúlt 20 esztendőben érleltünk ki. Tehát a rendszerváltozásnak a kiteljesítése zajlott le az elmúlt 2 esztendőben, amelynek a hátterében ott van a 40 év kommunizmus, és ott van a 20 év posztkommunizmusnak számtalan nyüge. Sikerült elfogadnunk egy új alkotmányt, és sikerült olyan minősített törvényeket, sarkalatos törvényeket elfogadnunk, amelyek új pályára állították az országot, és egyidejűleg meg tudtuk oldani azt is, hogy hosszú távú gazdaságilag fenntartható növekedési pályára állítsuk az országot. És én, mint aki a külpolitikával foglalkozom, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy olyan motorokat is sikerült beindítani ebben az időszakban a magyar társadalom körében, mint például a nemzeti identitásnak a megerősítése, illetőleg egyfajta gazdasági patriotizmusnak is a megvalósítása, valamint tudtuk állni a nemzetközi környezetből érkező kihívásokat, támadásokat, sőt, ha nem is tudom ezt egyértelműen mondani, de van olyan nemzetközi támogatói kör, amelyik elkötelezetten kiállt mellettünk, megértette azt, hogy miről szólnak a magyarországi döntések, és adott esetben néhány ország, néhány politikai partnerünk tanult is azokból a lépésekből, amit mi itt Magyarországon megtettünk. Ilyen értelemben egyfajta magyar modellről is beszélhetünk akkor, amikor egy meglehetősen komoly európai és nemzetközi válsággal kellett a nyugati világnak szembesülnie. Milyen irányban halad a magyar-szlovák kapcsolat? Azt tartom a legfontosabbnak, hogy itt meg kell különböztetnünk a magyar-szlovák kapcsolatokban legalább 3 szakaszt.
először is a 2006-2010 közötti időszak nincs ott még olyan messze, az első Ficó kormánynak az időszaka, amikor magyar ellenes éllel, nyelvtörvény született, magyar ellenes éllel egy állampolgársági törvény született, amikor Malina Hedvég zaklatásnak volt kitéve, amikor megelősítették a Benes dekrétumokat és a kollektív bűnösséget. Ami most is fennáll még. Természetesen. Tehát ez volt az első viszonyítási időszak. A második időszak a kormányzásunknak az első két esztendeje volt. A 2010 és 2012 júniusa között, amikor megindult az új szlovák kormánnyal a dialógus. Ennek viszont velejárója volt, hogy noha volt nyitottság ebben a szlovák kormányban, hogy velünk dialógust folytasson, de nem volt ereje ahhoz, hogy minden kötelezettségét betartsa. Noha mindenféleképpen el kell ismerni azt, hogy például a nyelvtörvényt alapvetően megváltoztatta, el kell ismerni azt, hogy ebben az időszakban volt olyan javaslat is, ami rendezte volna a kettős állampolgárság körüli vitát is, de ez jó példa arra, hogy két szervezet hiány nem ment át a szlovák parlamenten, és a párbeszéd de nyilvánvalóan az, hogyha nem tudja a megállapodásokat teljesíteni a partner, mindenféleképpen viszonylagosítja. És a harmadik időszak, az pedig most nyáron kezdődött el, Fico miniszterelnök újbóli megválasztásával, és fontosnak tartom, hogy szemben az első Fico időszakkal van párbeszéd, hasonlóan a Radicsova időszakhoz. Azt is fontosnak tartom, hogy ez a kabinet, ez már tudja szállítani a megállapodásokat, hiszen erős támogatottsággal rendelkezik, és örülök annak, hogy ebben a dialógusban már vannak gyümölcsök is. Így például a 19 határ összeköttetési pont megépítésére vonatkozó megállapodás, az új Komáromi híd megépítésére vonatkozó megállapodás, vagy éppen két Ipoly híd fölépítéséről is már megállapodtunk. Azokkal a kérdésekkel kezdtük, amelyekben úgy gondoljuk, hogy előre tudunk haladni, és azokat a kérdéseket, amelyeket keményebb diónak tartunk, azt egyelőre hátra soroltuk, de ezeket a kérdéseket is most a vegyes bizottságokon keresztül átvilágítjuk, és ezeket a problémákat is, mint a kettős állampolgárság, vagy éppen a Benes dekrétumok kérdése, vagy a felvidéki magyar egyetemnek az ügye, napirendre fogjuk venni az elkövetkezendő időben. De alapvetően a kormányzatnak a külkapcsolat építésében világos elvek mentén haladunk előre. Szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot ápolni a világ minden viszonylatával. Úgy az Európai Unióval, a nyugati országokkal, mint a közvetlen szomszédságunkkal, amelyet egyfajta közép-európai együttműködésbe kívánunk bevonni, de hasonlóképpen a világ távolabbi pontjaival. A globális nyitás az erről szól, hogy a világ távolabbi pontjaiban rejlő együttműködési lehetőségeket, gazdasági lehetőségeket Magyarországnak maximálisan meg kell próbálnia kiaknázni.